Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Az élet furcsa és nehéz helyzeteket teremt számunkra. Most Marianna kálváriáján keresztül egy ilyenbe tekinthetünk be. Szóval a történetünk röviden annyi, hogy 2008 végén ismerkedtem meg egy kanadai magyar származású férfivel, akivel 6 évig voltunk együtt, és a 6 év alatt nagyon sokszor ő jött Magyarországra, párszor én jöttem Kanadába, és született 2 gyermekünk, sajnos az első kisfiunk meghalt, de a második gyermekünk, mikor megszületett, és 7 hónapos lett, akkor együtt kijöttünk Kanadába, azzal a tervvel, hogy itt fogjuk folytatni az életünket. És egy évi együttélés után itt Kanadában az volt a tervünk, hogy hazautazunk Magyarországra nyáron, egy kis vakációra. Kimentünk a gyermekem apukájával, a kislányom apukájával a repülőtérre, és a repülőtéren a kislányom édesapja elővette egy bírósági papírt, és közölte velem, hogy a kislány kanadai állampolgár lett a hátam mögött valahogy, és ezért nem hagyhatja a kanadai országot, mivel gyermekelhelyezési pert indított. Nekem viszont el kell hagyni az országot, mert nekem nincsen vízumhosszabbításom, nincsen státuszom Kanadában tovább, mint turista. Szóval a reptéren, amikor a gyermekem édesapja közölte, hogy a gyermekem nem hagyhatja el az országot, nekem viszont el kell hagynom az országot, mert a vízumom lejárt. Nagyon meglepődtem, és hát kértem az emigráció segítségét, és nem értettem itt, hogy hogyan működik a kanadai rendszer, hogyan tudom egyáltalán elfogadni azt, hogy egy magyar anyától egy magyar gyermeket megtagadhatnak egy ilyen indokkal, hogy gyermekelhelyezési per. És akkor ott a reptéren még nem értettem pontosan, hogy mi történik. Később derült ki, hogy a gyermekem édesapja az elutazásunk előtt egy héttel elment a bíróságra, és azt hazudta a bíróságnak, hogy az édesanya deportálva van, el fogja hagyni az országot, nincs, aki a gyermek maradjon, és hogy a gyermek kanadai, akkor még nem mondta meg, hogy magyar állampolgár is a kislánya, és azt mondta, hogy veszélyes vagyok a gyermekemre nézve, és hogy emergency eljárás alatt vegyék el tőlem a kisgyereket, és az apukának adják oda. Hát nagyon meglepett a dolog így 6 év ismerettség után, hiszen úgy volt a tervünk, hogy együtt fogunk nyaralni Magyarországon, és kértem az emigráció segítségét, hogy hát igen, lejárt a vízumom, de hadd maradjak az országban, ha a kislányom nem hagyhatja el az országot, mert 2 állampolgár lett, akkor nem akarom elhagyni én sem az országot. Ez történt több mint 2 éve, azóta küzdök a bíróságon, hogy visszakapjam a kislányomat, és most már a kislányom velem lehet egyik héten 4 napot, másik héten 5 napot, de a történethez hozzátartozik, hogy az első 8 hónapot a reptéri eset után külön töltötte tőlem. És most így 2 év után, 2 év bírósági pereskedés után végre az édesanyámmal is találkozhattam 3 évi hiányolás után, 3 évi csak Skype-on való kapcsolattartás után, és ezt köszönhetem Kanadában a magyar konzulátus közbenjárásának és a magyar baptista szeretetszolgálatnak, akik megvásárolták édesanyámnak a repülőjegyet, hogy most velem lehessen, mert a következő tárgyalásunk a kislányomért hétfőn lesz, július 27-én. És nagyon boldog vagyok, és hálásan köszönöm a magyar konzulátusnak, a torontói magyar konzulátusnak és a magyar baptista szeretetszolgálatnak is ezt a segítséget, mert ez a 2 év, amit itt töltöttem Kanadában, bírósági perről perre menve, nagyon hosszú volt, és egyedül voltam az országban, hiányzott a családom, nem volt senki másom, csak a kislányom itt Kanadában. Most Szöcs Klárától, a torontói Magyarház elnökétől megtudhatjuk, milyen programokat tervez a torontói Magyarház vezetősége az újház megnyitása utáni időszakra. A magyarházi események a következő pár hónapban a következők. A szeptember 1-én a Körösi Csoma program pályázatja jön ki, és segít nekünk a Magyarházban szervezéssel, meg több minden mással. Október 23-án tartjuk a zászlófelvonást a Kanadai Magyar Kulturális Tanáccsal együtt a Magyarház
a Budapest Parkban, és koszorúzás is lesz. Este pedig egy a KCP és tehát a Körösi Csoma program díszvacsorája. Október 24-én este egy műsoros megnyitás lesz, ekkor nyitjuk a Magyar Házat. Október 25-én lesz az október 23-i ünnepé délután, 3 vagy 4 órakor, úgy tudom, hogy 4 órakor, ez még nem biztos. Október 31-én lesz a Bácska-Bánáti bál, november 7-én lesz az Orbán Balázs bál, november 21-én a Székely bál, és november 28-án pedig a Vadász bál. Választási közgyűlést novemberben talán az utolsó vasárnap tartjuk, de ez még nem 100%-os, és természetesen december 31-én a szilveszteri bált fogjuk ünnepelni zenekarral és a szokásos magyarházi módon. A Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogatva. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. Nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan, szállodafoglalás, autókölcsönzés, meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. Egy buszkirándulás keretében Washingtonba látogatunk, ahol a szeplőtelen fogantatásról elnevezett bazilikában az ünnepi szentmisét követően Erdő Péter bíboros, Donald Wara bíborossal, washingtoni érsekkel felavatta és megáldotta a magyarok új zarándok helyét, a magyarok nagyasszonya kápolnát. Erről készült tudósításunk következik. A Buffalo-i Magyar Ház túrát hirdetett az új washingtoni nagyboldogasszony magyar kápolna avatására. A főszervező, Tarnói Éva meggyőződése volt, hogy ilyen történelmi nevezetességű magyar esemény minden magyar ügye és vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül ott kell lennie. A zarándokok zöme a kanadai Ontarióból indult. A buffalóinak lakabanán szálltak a buszra, ahol mini túrán tekintették meg a csodálatos mi asszonyunk, a győzelem asszonya bazilikát, ízelítőt adva a kegyhely szépségéből. A templomot főtisztelendő Nelson Baker atya alapította, kinek szarkofágja a Vezúv szikla alatti Lourdes-i mellékoltárnál helyezkedik el. Az atya a szegények és árvák patrónusa, szenté avatása folyamatban van. Szombat délelőtt gyors, 3 órás városnézés volt Washingtonban. Az első megálló a Kapitólium volt. A kupola felállványozva, de a tetején jól látható a szabadságszobor, mely a legfontosabb amerikai szimbólum. Ezért nincs felhőkarcoló, mert egy épület sem lehet magasabb ennél. A Washington Monument a világ legmagasabb obeliszkje, 555 láb magas, 897 lépcső vezet fel a csúcsába. Itt üzemelt az első gőzzel működő lift. A Fehérház előtt csak fényképezésnyi lehetőségünk volt. A Fehérháznak George Washington volt az első lakója 1792-ben. Az épületben 132 szoba, fogadóhelység és sport lehetőségre van felszerelve, úszoda, futó és kosárlabda pályával. A Jefferson emlékmű előtti Tidal Basin-t cseresznyefák koszorúja övezi. A 2000 fa a japán kormány ajándéka 1912-ből. A II. Világháborúra emlékező keleti és nyugati part oszlopaiban, illetve csodálatos szökőkútjaiban gyönyörködhettünk a hatalmas parkban. Mindeközben az amerikai veteránok gyülekeztek megemlékezve a hősökre. A Lincoln Memorialhoz 56 lépcső vezet fel, jelképezve Lincoln halálának évét. Lincoln óriási fehér márvány ülő szobra lenyűgöző a középpontban. A két oldalfalon a Gettysburgi és a második avatási beszéde van bevésve. A memorialt 36 oszlop veszi körül, az akkori államok számát jelképezve. Augusztus 29-én szombaton a washingtoni szeplőtelen fogantatásról nevezett Nemzeti Kegyhely Bazilikájában az ünnepi szentmisét követően Erdő Péter bíboros,
A magyar katolikus püspöki konferencia elnöke Donald Wall bíborossal, washingtoni érsekkel megáldotta a magyarok nagyasszonya kápolnát. A Szentmisén dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Szemerkényi Réka washingtoni magyar nagykövet és mintegy 700 Egyesült Államokbeli, illetve kanadai magyar volt jelen. Dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, Szent István zászlót ajándékozott a bazilikának. Ünnepi beszédében azt mondta: mi, amerikaiak és európaiak, egyháziak és világiak, politikusok és választópolgárok azért vagyunk ma együtt, mert hiszünk abban, hogy a hit és az erkölcs változatlanul az emberi jövő örök zálogai. Töretlenül hiszünk abban, hogy a hit és az erkölcs a 21. században is olyan szabadságteremtő és rendteremtő erők, amelyek nélkül az euróatlanti civilizációnk nem fenntartható. Szemerkényi Réka washingtoni nagykövet rámutatott, hogy a magyar kormány támogatja a magyar identitás megerősítését. Mint mondta, a szentély azt is tükrözi, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok az értékek közösségén alapulnak. Az avatás alkalmából gratuláló és köszönő levelet intézett Szemerkényi Rékához John Boehner, az amerikai képviselőház elnöke. A Magyarországhoz fűződő viszonyunk és amerikai-magyar állampolgáraink megérdemlik ezt a különleges elismerést a magyar kultúra megőrzéséért itt az Egyesült Államokban, hangsúlyozta a házelnök. Reményét fejezte ki, hogy a kápolna összehozza az amerikai magyarokat és mindenkit szerte a világból, aki részesedni akar a magyar kultúrából. A washingtoni érsekséghez tartozó szeplőtelen fogantatás bazilika a legnagyobb katolikus templom az Egyesült Államokban és egész Észak-Amerikában, valamint egyike a világ 10 legnagyobb templomának. A Mária kegyhelyet az Egyesült Államok patrónájának ajánlották, a szeplőtelenül fogantatott szűzanyának, akinek 1847-ben ajánlotta oltalmába az országot 9. Pius pápa az Egyesült Államok püspökeinek kérésére. A kegyhely alapkövét 1920-ban helyezték el. 1924 húsvét vasárnapján mutatták be az első szentmisét. A bazilika 1959-ben nyerte el végleges formáját, 1959. november 20-án szentelték fel. A gyakran egyszerűen Amerika katolikus templomának nevezett székesegyházat meglátogatta többek között II. János Pál pápa, 16. Benedek pápa, valamint Teréz anya. A bizánci, illetve római stílust idéző épületkomplexumban több mint 70 kápolna és oratórium található, melyek az ország katolikus közösségét alkotó népeket és kultúrákat képviselik. Emellett otthont adnak a világ legnagyobb kortárs egyházművészeti gyűjteményének. A magyarok nagyasszonya kápolna megáldásának előzményei. 2006-ban az 1956-os forradalom 50. évfordulójára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ima évet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért. Ebben az esztendőben Erdő Péter bíboros kérelemmel fordult Theodore McCarrick bíboroshoz, Washington akkori érsekéhez, és a szeplőtelen fogantatás bazilika az Amerikai Egyesült Államok nemzeti szentélye igazgatótanács elnökéhez, hogy létesítsenek egy a magyarok nagyasszonyának és Szent Istvánnak, a magyarok első királyának szentelt kápolnát az Amerikai Egyesült Államok kiemelt kegyhelyén. 2006-ban a szentély bizottságai értékelték a kérést, megadtak egy helyszínt, ahol a kápolna kialakításra kerülhet, és még az év novemberében végső jóváhagyásra előterjesztették a washingtoni nemzeti szentély igazgató tanácsa elé. 2007. júniusában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kijelölte Kis G. Barnabás testvért, mint képviselőjüket a szentély felé, hogy koordinálja a magyar kápolna projektjét, valamint hogy előteremtse a szükséges anyagiakat. A kápolna tervezése 2009-ben kezdődött és 2012-ig tartott, berendezésének elkészítése 2014-ben kezdődött. A kápolna kialakítása 2015 áprilisában kezdődött és augusztusra készült el, augusztus 29-én Donald Wall bíboros, washingtoni érsek, a Nemzeti Szentély Igazgató Tanácsának elnöke, valamint Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldotta meg. A kápolna. A kápolna középpontjában az oltár, valamint a magyarok nagyasszonyának mozaikja áll,
akit Szent Imre, Szent Gellért, Szent László, Szent Erzsébet, Boldog Gizella és Szent Margit vesz körül. A mozaik felett a következő magyar mondat olvasható. Magyarok nagyasszonya, könyörögi érettünk. Az oltár tardosi márványból készült a budapesti Szent István Bazilika oltárának mintájára. A kápolnába lépve jobb oldalt erekje tartót találunk, amelyben Szent István király erekjéje található, ami Erdő Péter bíboros és az Esztergom budapesti főegyházmegye ajándéka. Az erekjétől balra egy márvány reliefen azt az 1038. augusztus 15-én történt eseményt láthatjuk, amikor Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának. Az északi fal reliefje Szent István megkeresztelését, valamint 1000 karácsonyán történt királlyá koronázását ábrázolja. A kápolna kijárata felett Magyarország angyalos címere látható. Két oldalt a Boldogasszony himnusz sorait vésték fel magyar és angol nyelven. A Magyarok nagyasszonya mozaik az olaszországi Spilimbergóban készült, a reliefek szintén Olaszországból származnak, karrarai márványból készültek. Magyarországi márványt és más köveket használtak a falakhoz, a padlóhoz és az oltárhoz. A kápolna a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyar Állam és az Észak-Amerikai Magyarság nagylelkű támogatásával jöhetett létre. Erdő Péter bíboros szentmisét mutatott be Washingtonban. Augusztus 30-án, vasárnap, helyi idő szerint 10 órakor Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, magyar nyelvű szentmisét mutatott be a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás Bazilika altemplomában, az előző nap megáldott Magyarok nagyasszonya kápolna közelében. Erdő Péter bíboros az ünnepi szentmisét az Egyesült Államokban, valamint Kanadában szolgáló magyar lelki pásztorokkal közösen mutatta be. A szentmise után Kis G. Barnabás, detroiti magyar lelkész köszönetét fejezte ki a bíborosnak, az augusztus 29-én felszentelt magyar kápolna létrehozásának támogatásáért és személyes jelenlétéért. Ezt követően Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára méltatta az amerikai magyarság, a Magyar Nagykövetség, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Magyarország munkáját, amelynek eredménye az új kápolna. Reményét fejezte ki, hogy a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt kápolna mind az amerikai magyarság, mind pedig az ide látogató zarándokok erőt és összetartozást sugárzó lelki központja lesz. Nagyszerű élmény volt az ország különböző részeiről érkező magyarokkal ismerkedni és beszélgetni. Voltak, akik távolról repültek, Denverből, San Franciscóból, mások buszokkal érkeztek Detroitból, Chicagóból, Clevelandből, Ontario, Kanadából, Kitchener, Hamilton, Toronto, Ancaster, Welland, Niagara Falls, Queenston és Windsor környékéről. A kápolna szentelés, a követségi fogadás és a hálaadó szentmise felemelő élménye után kissé fáradtan, de lelkesedéstől fűtve szálltunk a buszra. Utunk hazafelé Gettysburg, Harrisburg irányában a csodálatos pennsylvániai hegyeken át vezetett, szervezőnk Tarnói Éva jó voltából, hogy minél több szép tájat láthassunk. Csodálatos látvány volt követni a naplementét a hegyek között. Sorra kerültek elő a naplementéről, hegyekről, erdőkről szóló dalok, például Lement a nap a maga járásán, a Csitári hegyek alatt, Erdő, 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 Marosszéki kerek erdő, stb. Gyakran lehetett véleményeket hallani a buszon arról, hogy milyen jól szervezett út volt. Éva kifogástalan volt, igen. Nobel-díjat kaphat Éva érte. Bárhova, ha megy, jövünk vele. Ahogy Erdő Péter bíboros és Soltész Miklós államtitkár is javasolt a záró beszédében, legyen ez az újonnan avatott Nagy Boldogasszony kápolna a szétszórtságban élő magyarok találkozóhelye. Zarándokoljunk el minden évben, augusztus 20-a táján ide, hisz jelképesen itt vannak nem csak magyar szentjeink, de a hazai magyarok is velünk. Adja Isten, hogy ez a kápolna erősítse a hit és a szeretet közösségét közöttünk. Mindenki jó hangulatban, hitében és magyarságában megerősödve tért haza. Mága Zoltán ismét Torontóban. Ne hagyja ki Mága Zoltán hegedű virtuóz szenvedéllyel fűtött koncertturnéját idén októberben. Tüzes cigányzenekar, néptáncosok, énekesek csodálatos kosztümökben. Nemzetközi és magyar zenei remekművek.
magyar virtuózitás, káprázatos zene és tánc október 31-én a torontói Körner Hall színpadán. Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tommyhoz. A Tominak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tominál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tommyhoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek, Tomikám, hát jövünk! Tomikám, hát jövünk! Hát fiaim, gyertek a papához! Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2768-0997. Napjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettőzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk a munkánkat segítő jószándékú hívásaikat, leveleiket. Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, melyel búcsúzunk önöktől. Viszont látásra a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Egy perc Magyarország. Somogyapáti község Baranya megyében. Részei a Dórián puszta, Diós puszta, valamint Hitmesés Zimány szőlőhegye. Múltja az ősidőkben nyúlik vissza. Apáti néven 1322-ben szerepel először írásokban. A dunántúli dombság részeként a Zselicben fekvő falut a keleti Gyöngyöspatak szeli át. Műemléke a barokk stílusú, az 1700-as évek végén épített Szent László római katolikus templom. A 18. század óta állnak kertjében Nepomuki Szent János és Szent József kőből formált alakjai. A település 100 esztendős haranglábját Kecskeméten a Református Múzeumban őrzik. Kedvező földrajzi adottságai révén vonzza a természet szerelmeseit a túrázók, vadászok és a horgászok paradicsoma. Fél évszázada völgyzárógát épült a keleti Gyöngyösön, és az így kialakított 100 hektáros halastópartján épített nívós vadászházban a pihenésre, kikapcsolódásra vágyók kellemes napokat tölthetnek el. A felejthetetlen környezet a vidéki nyugalmat és természetes feltöltődés kínálja a látogatóknak. A víz gyógyító ereje közvetlenül érezteti hatását a több mint 2 kilométer hosszú tóra épült vendégházban.